A Duna több pontján zajlik a felkészülés az érkező árhullám elleni védekezésre. A paksi atomerőmű vezetése is megtette a szükséges intézkedéseket, annak érdekében, hogy az ide érkező víztömeg ne okozzon fennakadást. A folyó vízszintjét folyamatosan vizsgálják, tájékoztatott a vállalat kommunikációs igazgatója. Egy mostani előrejelzések szerint 93 balti tengerszint feletti magasság fölött fog egy picit tetőzni. Ez mindenképpen azt jelenti, hogy már a második fokozatot eléri az árvízvédelmi készültségben. Ilyenkor nagyon sok huszadék jön, a gerebe folyamatos tisztítása válik szükségesre, hiszen ha ezen túl sok huszadék feláll, akkor nem fog elegendő mennyiségű vízbe jutni a kondenzátorokra, tehát emiatt ezt folyamatosan figyeljük, illetve magát a hidegvizes csatornát is a kollégák készenlétbe állnak, nyilván nézik a buzgárokat. Az atomerőműnek saját gátrendszere is van. A valaha volt legnagyobb vízszintjénél is, mint egy 2 méterrel magasabban épült a védmű. Igazából arra, hogy üzemi területeket elöntsön a Duna, bármilyen nagy lesz, arra nincs esély, hiszen a Duna bal partján, az alföldi oldalon a gátak ennél alacsonyabban vannak, tehát ezt hát félig tréfásan azt szoktuk mondani, hogy Szegedet előbb önti el a Duna, mint az atomerőművet, de ezzel együtt a folyamatos odafigyelés az mostantól ott van. Kollégák járják a gátakat, és kellő időben az intézkedéseket meghozzuk. A vállalat kommunikációs igazgatója emlékeztetett, a stresszteszt alkalmával már szó volt a váratlan és nehezen kezelhető helyzetekről, így például a Duna extrém magas vízállásáról is. Az EU vizsgálata akkor igazolta, hogy a létesítmény jól felkészült az áradásokra is.